A Honvédség és Társadalom baráti kör és a Pákozdi Katonai Emlékpark karöltve a Nagyváradi Tanoda Egyesülettel 10. alkalommal hirdette meg 6 történelmi honvédelmi témájú Kárpát-medencei gyermekrajz pályázatát. A jubileumi kezdeményezés idei mottója egy Arany János versor, nemzetemnek vagyok katonája. 10 évvel ezelőtt írtuk ki az első rajzpályázatunkat, és minden évben ezt követően a Magyar Kultúra Napján megindítjuk, és a Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolatban pedig értékeljük az alkotásokat. Minden évben 6 történelmi témát választunk, és volt olyan esztendő, amikor több mint 3200 gyermekrajz érkezett a Kárpát-medence szinte minden szegletéből. A cél, hogy a fiatalok minél kreatívabb, ötletesebb és korosztályukhoz illeszkedő formában és módszerrel jelenítsék meg a hazáját védő magyar katonát, fegyvereit, felszerelését, a tevékenységéhez kapcsolódó fontos 6 történelmi eseményeket. Most elindítjuk a 10., amelyhez Arany János egyik sorát választottuk, nemzetemnek vagyok katonája. Ezzel lehetőséget kívánunk adni az alkotóknak, a 8 és 18 év közötti fiataloknak, hogy kifejezzék azokat a gondolataikat, alkotások formájában, amelyeket a haza védelmével, a honvédelemmel kapcsolatosan, a magyar történelem bármely ismert vagy ismeretlen katonahősével, fontos eseményével vagy fontos helyszínével kapcsolatosan éreznek, gondolnak, és ezt alkotásokban megörökítik. A szervezők 8-18 éves diákok, illetve maximum 4 fős alkotócsoportok jelentkezését várják. A pályázók papíralapon vagy online formában küldhetik be alkotásaikat március 30-áig a Székesfehérvári és a Nagyváradi átvevőpontok egyikén, illetve postai úton.